emelkedtek 6,3 méterrel. A hosszítás itt nem csupán a két ajtó között, hanem a hátsó részben is észrevehető. Az extra host egy újabb tengellyel támasztották alá. A buszokkal ellentétben, ahol a sofőr az első tengelyen ül, a Hummer kerekei hagyományosan a kocsi elején és végén vannak. A tengelytáv így óriási, 602 centisre nő, ami nem teszi lehetővé a villámgyors kanyarodást. Ennek a kocsinak nagyobb a fordulóköre, mint a traktornak. Ezt is elnézzük, hisz kárpótol a 6TV, DVD-vel és PlayStation-nel. El kell mondani, hogy a limuzin építése során egy halnak sem esett bántódása. Természetesen ebben is van extra légkondicionáló, második generátor, váltóhűtő és felerősített fékek. A nagy 6 literes V8-as motort nem kell feljavítani. A hátul kialakított nagy teret tágas pihenőszobává alakították, külön tévével és videójátékkal. A nagy belső tér azt is jelenti, hogy az utazók egyre többféle módon bulizhatnak. Viktor elmondja, hogy volt pár részek fickó, menet közben próbáltak kijutni a medencéhez. A napfénytetőn másztak ki, és végig jöttek idáig, miközben az autópályán utaztak. Rémisztő a gondolat is. Talán ezért van, hogy sok limuzin kölcsönző lezárja a tetőre vezető utat. Amíg nem mászunk ki, biztonságban vagyunk. Oda bent aztán minden szabad. Aki olyan régóta van a szakmában, mint Limó Bob, az már sok mindent látott. Ám a sofőrök hallgatnak, mint a sír. Egy limuzinból semmi sem szivároghat ki, legalábbis többször. Nos, sok érdekes dolog folyik itt, hisz elég nagy a tér. A limuzinokban könnyű elveszíteni az önkontroll. A legjobbak a gnómjáratok. Ők sokat mesélhetnének. A sofőrök ugyan elől elzárt kabinban ülnek, sokszor még akkor is folyik a mulatság, amikor az útnak már vége. A gnómjáratok mellett a belső kialakítás, az akváriumok, a kandallók, a fények, a VIP szobák, még a pezsgőfürdők sem jelentenek igazi újdonságot. De előfordul, hogy a megrendelőknek egyedi kívánságaik vannak. Ilyenkor a legjobb nem kérdezősködni. Az egyik limuzinban, amit építettünk, több titkos rekeszt kellett elhelyezni, hogy a fickó fegyvereket tudjon elrejteni. Így aztán bárhol is volt éppen a limuzinban, mindenütt volt a közelben egy rejtekhely valamilyen fegyverrel. A limuzinok és a fegyverek története egyébként is összefonódik. Amikor Limó Bob első munkájába fogott, a limuzint egy roncstelepre